Az újvidéki Echo Ökumenikus Szeretett Szolgálat 5 újvidéki általános iskolával közreműködve a Séta az Életért elnevezésű jótékonysági akcióval a rákellenes világszervezet munkájához csatlakozik. Az akció célcsoportját főként a gyermekek képezik. Gyerekeket, ha időben elkezdjük nevelni, és ha időben felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mi a fontos annak érdekében, tehát mit fontos betartani annak érdekében, hogy megőrizzék az egészségüket, és egészséges felnőttek kinőjenek fel, akkor azt hiszem, hogy a megfelelő lépést és az időben tett lépést tesszük ma itt az iskolaudvarban. A résztvevő gyermekek, tanárok és szülők Újvidék utcáin tettek egy nagy sétát, a Zsárkóz Renyanin általános iskolától a Szonya Marinkovics általános iskoláig. A séta végcéljánál táncos zenés produkciókat mutattak be. Minden gyermek, aki az akcióban részt vesz, az akció végén kap egy olyan szórólapot, amelynek az a címe, hogy éljünk és növekedjünk egészségesen. Tehát ez tulajdonképpen az akciónak a folytatása. Erről a témáról, aztán az osztályfőnöki órán, vagy a tantermen belül bármelyik órán ezzel a témával foglalkoznak, beszélnek róla, és természetesen amiről a gyermek beszél az iskolában, arról beszél otthon is a szülőkkel. Ma már nem újdonság, hogy a rák bizonyos fajtái egészséges életvitellel megelőzhetőek, és az is egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a megfelelő életforma a rákbetegek életét is meghosszabbíthatja.